Pintér Ferenc vagyok, Paks az én városom. 1950-ben születtem Pakson, 6 generáció óta itt élünk, dédszülő, nagyszülő, apám, jómagam, fiam és unokáim. 50-es évek végén azért mindenki tudja, nagy szegénység volt, de mi boldog gyerekkorunk volt, mert szüleink szorgalmas emberek voltak, és mindent megteremtettek, hogy nyugodtan élhessünk. Iskoláimat Pakson, Tokajba és Budapesten végeztem. Iskola idő alatt sokat dolgoztunk a paksi konzervgyárban, mint diákmunkások. A Bagó Béla szervezte annak idején, mint az úttörő futball csapatnak az egyik irányítója, és így kerültünk oda mindig, és már gyerekkorunkban ez egy olyan élmény volt. Feltöltötte az embert, és hónapokig arról beszélt. Iskolám ottan végeztéve Pakson helyezkedtem el a szakmában, kereskedőként kereskedelmi iskolát végeztem, és ezen időszak úgy telt el, hogy keresgéltem önmagam. Egy 10 év telt el, éreztem, hogy ez a kereskedelmi szakma talán nem nekem való, mert az lekötöttséggel jár, és én már akkor nem bírtam azt a lekötöttséget, és egy 10 év keresgélés után rátaláltam az 5-ös évfura, amely akkor egy speciális szállító cég volt, és a Paksi atomerőműben dolgozott. Mikor bekerültem az erőműbe, egy éjszakai műszakba a pilléreket kellett bevinni, hát ez egy hatalmas feladat volt, még soha nem csináltam, embereim is alig végeztek ilyen munkát, és egy éjszakai műszakba, hogy vittük be a pillért a reaktor térbe, akkor találkoztam ott Pónya Józsi bácsival. Akkor még nem tudtam, hogy ő kicsoda, csak ott éjjel bejött ugye ezt a munkát megnézni, és egy bujkált az elemek között. És olyan ideges voltam, hát féltem, hogy sikerüljön minden, és akkor ott volt, és mondom az egyik embernek, szóljatok már arra a palira, hogy ne járkáljon itte. És nem tudtam, hogy ő kicsoda, meg milyen beosztásban van, csak amikor végeztünk a munkából, úgy hajnalban odajött, bemutatkozott, Pónya József vagyok, a beruházási főmérnök. Sokat nem tudtam még akkor így róla, hanem a későbbiek folyamán ijedtem meg mindig, hogy is nyilatkoztam egy ilyen emberről. Majd szerencsére ez később barátsággal alakult, és a mai napig nélkülünk nem tudják a paksi futballmeccset elképzelni, egymás mellett ülünk és nézzük. Az erőmű befejezése vége felé közeledett, és akkor éreztem, hogy itt a szállító munka egyre kevesebb van, és kiszorulunk. Ebben az időben nagyon sok élő munka halmozódott fel Pakson, építőmesteri, köműves ácsok. És úgy voltam, mint Amerikában, a Klondike-ba az aranyások elindultak, és tudtam, hogy nekem is váltanom kell, el kell indulni. Persze nem Amerika felé, hanem Németország, akkor divatos volt a németországi munkavállalás. Kellően utána jártam egy ügyvéd segítségével, és belevágtam. A 90-es években kezdtem, életem nagy feladata volt, 23 évig tartott, ez most már mondhatom így, mert befejeztem. Nagyon nagy megpróbáltatás volt kikerülvén, hogy először is megszokni a német mentalitást, megfelelni a német előírásoknak. Ez teljesen új volt nekem is, a dolgozóknak is, mindnyájunk számára, de úgy érzem, hogy rövid idő alatt el tudtam sajátítani ezt a mentalitást, ezt a rendszert, ami ott volt. Nagyon jó cégnél voltam, ahol nem egy óriási méretekben gondolkodott és dolgozott, de láttam, hogy mi az a családi vállalkozás. Szülő, testvér, gyerekek így együtt voltak, és úgy volt kialakítva, hogy egy helyen volt a telepük, a raktár, minden olyan szolgáltatás, ami kell a munkájukhoz, és akkor ez nagyon megtetszett. Tudtam, hogy ha hazajövök, ezt megcsinálom.
Egy barátom felhívott, mikor ez a telep eladó lett, a Matávnak volt a központi telepe, és nem kis harc árán, de végletekig elmentem, sikerült megvenni, és életem egyik legjobb beruházásának tartom. És amikor hazajöttem, ezt így felépítettem, és gondolva a vejemre, fiamra, mindenki, aki a családban van, ezt mondhatom, hogy megvalósítottam. Ma itt dolgozik a fiam, itt dolgozik a menyem, a vejem, a lányom, unokái, mind, aki nem iskolába jár, mindenki itt van. Ha reggel bejövök a munkahelyre, 10 perc alatt mindent tudok, hogy melyik munka, milyen állapotban van, hogyan van, gyerekeim egészségesek, nem-e betegek, tehát ez egy jó érzése tölt el. Az autómentéstől, az autófényezésig, az autószereléstől, a karosszériától, a kozmetika, minden itt van. A kocsinak csak ide be kell jönni, vagy behúzatják, és innét úgy megy ki legtöbb esetben, hogy az megfelelő állapotban van. 2007-ben a VOSZ tagja lettem, és 2009-ben az év vállalkozója díjat kaptam. Demján Sándor úr adta át, egy felemelő jó érzés volt, mert egy olyan embertől, akinek a munkája az országban egy példaértékű, őtőle megkapni és az adja át, akkor erre mindig büszkén tekintek a mai napig is. 2008-ban a Máltai Lovagrend tagja lettem. Ez olyan, úgy kaphatja az ember, hogy olyan karitatív tevékenységet végez, ami egy kiemelkedő. Most ez a munkám mellett adódott, főleg Németországban. Olyan munkákat végeztem, és mellette olyan társadalmi tevékenységeket, ami predesztinált arra, hogy megkerestek és előterjesztettek rá. Persze egy keresztény embernek kell lenni, hogy ez így kijárjon, és Gödöllőn a Grassalkovics kastélyba ott ütöttek lovaggá. A VOSZ társelnöke lettem. Tudni kell, hogy az elnök mellett van még 5 társelnök, Dombovár, Bonyhád, Tamási, Paks, és így működik. Egy évben 4 közgyűlés van, ahol megbeszéljük és döntünk ezek lehetőségekről, kitüntetésekről, egyéb feladatokról. Igyekeztem mindig ebbe úgy dönteni, olyan személyeket javasolni, aki valamiért erre megfelelő. Itt cseng állandóan a Demján úr szava fülembe, hogy nem az számít, hogy milyen gazdag, vagy mennyi embere van, mert ha olyan, aki saját magát ellátja, vagy egy személyt, vagy 2-t, vagy 10-et, az már egy óriási segítség az országnak. És mindig így próbáltam, hogy paksi legyen, paksi vállalkozása legyen, és azért egy ismert személy legyen. Szeretném mondani, hogy az idén is lesz, még nem publikus, három személy lesz, olyan személyek, akik tényleg a szakmájukban a legjobbak. Boxának sportéletében, újjászületésében tevékenyen részt vettem Fajládi barátommal, komámmal együtt, és jutottunk oda, hogy egy idő után az ország egyik legjobb szakosztálya lett. Ez úgy történt, hogy Ponya Józsi bácsi kijött a sportpályára, és ott nézelődött, és kérdezte, hogy ki itt a főnök. Akkor már én tudtam, hogy ő kicsoda, bátran odaálltam, és mondtam, hogy én. És mondta nekem, hogy mi kellene ahhoz, hogy az ország legjobb szakosztálya legyen itt. Egy klasszikus szeretnék idézni, hogy én mertem bátran álmodni, és leírtam. Mondom, mit vesztek vele. És bevittem neki az irodába, persze mondta, hogy mikor lehet, és odaadtam az asztalára, és talán egy 3 nap múlva hivatott. És azt mondta, rendben van, vágjunk bele. És hát egy olyan 2 éves, 3 éves munka kezdődött, ami példátlan volt. Nekem a Paksa városom,
és a hajóállomás, ahol van a gesztenyesor, hát az ugye fiatalon ott volt az ember, ott volt szerelmes. Hát aki nem volt a gesztenyesoron, nem sétált, az nem volt szerelmes. Vagy amikor a piacra elmegy az ember, az országban legszebb ez a piac. Amikor jöttem hazafelé Németországból, éjjel volt, megláttam a Paks fényeit, akkor tudtam, hogy ez az én városom, ez a Paks. Ide mindig örömmel, boldogan jövök haza, mert itt, ahogy fiatal voltam, Pintér öcsinek hívtak, mikor dolgoztam, Pintér Ferencnek hívtak, most azt mondják, tiszteletem Feri bácsi.